Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon érdekes eszközzel fogunk megismerkedni, egy videóvágó eszköznek egyetlen egy lehetőségét szeretném bemutatni. Gyakorlatilag azért mondtam ilyen furcsán körülírva a dolgokat, mert ez a Cinelera-ba, abba a videóvágóba, amit én használok, abban található meg, a többiben hasonló funkciót nem találtam. Ez egy rajzeszköz, tehát készítesz egy videót, és vonalakat, rajzokat, szabadkézi rajzokat tudsz elhelyezni a készülő videón. Nem előtte rajzolgatsz, nem úgy, mint egy külön programba csinálnál egy képre rajzot, hanem magára a videóra tudsz csíkokat tenni. Gyakorlatilag ezt már láttátok, hiszen egyszer-kétszer alkalmaztam azt, hogy a fontos dolgokat aláhúzom. Egy vonallal aláhúzom, na hát az a Cinelerába készült, és egyetlen egy beépülő modult, azaz effektust fogunk használni, ami nagyon egyszerűen előkeríthető. Hogyan teszünk a Cinelerába hozzá egy effektust? Nagyon egyszerűen, több módszerrel meg lehet oldani, én a kattogtatásosat szeretem, jobb egérgomb arra a kijelölt területre, vagy klipre. Ha klipre kattintunk, akkor az egész bejelölődik, és atak, hozzáteszünk egy effektust, beírjuk, hogy SK Sketcher, és ebben a pillanatban meg is fog jelenni. Fontos, hogy a videósávra kattintsál, ne az audióra, mert a Cinelera elég értelmes ahhoz, hogyha audiósávra kattintasz az audio effekteket, ha pedig a videósávra kattintasz, a videó effekteket fogja megjeleníteni. Ennyi. A következő lépésben megjelenítetjük a beállító panelt. A beállító panel viszonylag egyszerű, rezetelheted az összes eddigi beállítást, azaz az összes vonal, amit felrajzoltál, az el fog tűnni. Újat tudsz tenni, az adott vonalat, az adott vonalak összességét el tudod törölni, lejjebb, illetve feljebb tudod hozni, a szélességét meg tudod emelni, pontosan annak a vonal összeállításnak, amelyiket szeretnéd, illetve a színeit be tudod állítani. Szuper, igaz? Itt az alsó panelba adod meg a vonalak. Ha azt mondom, hogy koordináták, abban a pillanatban mindenki menekül, hiszen azt gondolja, hogy a számok beírásával lehet csak elérni azt, hogy egy vonal felkerüljön, mint a 80-as évek számítógépeiben. Nem így van, természetesen egérrel, illetve rajztáblával is tudsz rajzolgatni. Egérrel kényelmetlenebb, rajztáblával kényelmesebb. Nyilván nekem nincs rajztáblám, így egérrel fogom bemutatni. Ugyanaz, csak nem annyira kényelmes. Itt az alsó részben mi a lényeg? Az, hogy újat hozzá tudsz adni, törölni, lejjebb, följebb, illetve a koordináták megadása van. Itt van egy help. Ha a helpet bejelölöd, abban a pillanatban megkapod a helpet, ezentúl már nem is kell semmit mondanom. A jobb egérgomb, bal egérgomb egyértelmű, a shift módosító gombok egyebek megnyomásával ezeket az effektusokat tudod elérni, a shift lenyomásával új pontot tudsz tenni. Pontok lehetnek sima pontok, illetve if pontok is ugyanúgy, mint például az Inkscape-be, a shift, illetve a control számunkra a legfontosabb, shift lenyomásával új pontokat tudsz lerakosgatni, megnyomtam a shiftet, természetesen a kompozítor, ami mutatja a videót, az fogja számunkra megadni azt a rajztáblát, amit használunk, azaz megnyomtam a shift gombot, lenyomtam egy darab pontot, itt megjelent, illetve lenyomtam még egy pontot, ahova akartam, megjelent egy vonal, nyilván nem csak ilyen vonalakat tudsz rajzolgatni, kezdjünk egy új vonal összeállítást, látható megkapta a következő sort, shiftet lenyomjuk, az elején mindig elfelejtettem és nagyon csodálkoztam, hogy miért nem működik, és utána rajzolgathatsz, be tudsz keretezni valamit, vagy fel tudsz rajzolni egy kérdőjelet, hogyha éppen olyasmid van, gyakorlatilag már azt hiszem átérezzétek annak a lényegét, hogy ez hogyan működik. Ha pedig valami pontot odébb szeretnél tenni, és a későbbiekben sokat fogunk mozgatni, először kijelöljük azt a vonal összeállítást, azt a rajz részt, amit változtatni akarunk, nekünk az utolsó van kijelölve, megnyomjuk a Ctrl gombot, az utolsó pont, amit letettem, az lesz aktív. Lehet látni, hogy amit mozgatok, az piros, és oda teszem, ahova szeretném. Gyakorlatilag az alapok ennyi. Összefoglalom, tudsz rajzolni. Egyenes vonalakat, íveket tudsz rajzolni, szabadkézi rajz van,
különböző összeállításokat tudsz megrajzolni, tehát egy folyamatos vonal az egy egység, és azon belül utólag is tudod a kontrollgomb lenyomásával a pontokat odébb tenni. A törlés azt hiszem egyszerű, kijelölöd azt, amit törölni szeretnél, kijelölöm, és a del gombra nyomok, és eltűnik, ha pedig pontot szeretnél eltüntetni, például ennek a végpontját kijelölöd, és del gombra nyomsz, ennyi. A színeket meg tudod változtatni, szerintem értelemszerűen mindenki egy ilyen panelra rá tud kattintani, ide teszem, ne legyen a másik mögött, láthatóan elég szép összetett panelt kapunk, ami kényelmes számomra, hogy be tudom írni azokat az értékeket, ami kell. Tehát, hogyha nem szeretnéd a csúszkákat használni, vagy nem a körből szeretnéd kiválasztani a szint, egy aláhúzásnál majdnem mindegy, hogy egy picit zöldebb, vagy picit kevésbé zöld. Ha van olyan színsablon, amin neked használni kell, be tudod írni az értékeket, de ami nekem nagyon kényelmes, itt van egy pipetta, a pipettával el tudsz lopni színeket, oda mész, amit szeretnél ellopni, kiszedni, és rákattintva megkapod azt a szint, és azután már, ezt becsukjuk, leokézzuk, és azután már természetesen azzal a színnel tudsz rajzolni. Ezzel egy nagyon érdekes és jól kinéző hatást érünk el, hogyha a szint olyanra állítjuk, amilyen a háttérben is van, illetve természetesen a videóban, mert egységessé tudjuk tenni a rajzunkat, illetve a képet. Illetve nagyon jó trükk az is, hogyha komplementer szint használunk, azaz kiegészítő szint az aláhúzáshoz, például a kéket szeretném aláhúzni, akkor inkább sárgásabban, és akkor az jól előugrik, és mindenki látja. Egy táblatörlés után nézzük is meg, mire tudjuk használni. Az első használati mód, ami nagyon jó és oktató, bemutató, illetve egyéb videóknál nagyon kényelmes, hogyha valamit beszeretnénk keretezni, kiemelni, bemutatni, odairányítani az emberek figyelmét, az első gondolat az, hogy csinálunk egy ilyen kört, és berajzolgatjuk. Gyakorlatilag ilyen kis rajzokat tudunk készíteni, ez számomra nem teljesen jó, mert nem szép. Bevallom őszintén, ehhez rajztáblát kellene venni, ezért én úgy gondoltam, hogy ezt a módszert egy kicsit leegyszerűsítem. Azaz, hogyha valamit ki szeretnék emelni, akkor aláhúzok. Aláhúzok valamit, azaz egy eleje, illetve végpontját be fogom jelölni, és akkor már mindenki tudja, hogy arra kellene figyelni. Hogyan fog ez kinézni, hogyha én elindítom a videót? Úgy fog kinézni, hogy előugrik. Láttátok, szépen előugrott. Az, amit aláhúztam, mindenkinek a figyelmét oda tudom irányítani. Tipp. Nyilvánvalóan a fehér rögtön látható, de én úgy gondolom, hogy esetlegesen egy sárga a kék alatt sokkal jobban kiemeli, esetlegesen egy vastagabb vonal. A vastagabb vonalat így tudjuk előállítani, azt hiszem mindenki látta, megvastagodott a vonal, amit használok. Talán, hogyha én erre rábökök, egy kicsit kinagyítva látható, hogy ez nem teljesen szép, nem vízszintes, nem pontos, nem szép. A pontosságot úgy tudjuk megadni, hogy itt megnézzük az egyik pontot, 8539 a koordinátája, az Y koordinátáról beszélünk, itt a másik végpont pedig 856, hát el kell dönteni, hogy melyiket tesszük olyanra, mint a másik, 856-ra átállítom, kijelölöm, a lefelé nyilacskával lehetne dolgozni, de az nekem nem nagyon tetszik, azaz 856, látható, odaugrott a vonalba kell, és itt már vízszintes is, lejjebb-följebb is tudjuk vinni, logikusan, hogyha egy kicsit megemeljük, csökkentjük az értékeket, a pontok értékét, mind a kettőjét, egyikét és a másikét is, akkor lejjebb-följebb, a másik érték jobbra-balra eltolja a vonalat. Gondolom, ez senkinek nem okoz gondot, azaz nézzük meg, hogy hogyan működik az effekt. Oké, megjelent. Igazából ez már alapnak jó, hogyha magyarázol menet közben, hogy ezt a sort kell megváltoztatni, akkor mindenkinek a szeme odairányú, rögtön észreveszi, de ez így nem eléggé szép. Véleményem szerint nem eléggé szép. Oldjuk is meg a problémát úgy, hogy bizony mi az elejénél, oda megyünk az elejéhez, és beállítjuk, hogy legyenek keyframe-ek, és előhívjuk a panelunkat. Az első pont az itt van, és azt szeretném, hogy idáig kitolódjon, tehát elinduljon a vonal, és aláhúzza. Hát hogyan lehet megcsinálni?
Én az egészet kitörlöm, és megmutatom, hogyan lehet megcsinálni. Kérünk egy új jelzést, és én biztos, ami biztos, átteszem ilyen sárgára, hogy jobban lehessen látni. Ezt a sort fogjuk aláhúzni, ami itt van. Az első körben csinálunk ide egy pontot. Még egy pontot melléje, és egymás mellé tesszük. 856, 856, látható itt, hogy megjelent egy keyframe, hol legyen vége. Hol érjen véget a csík, itt természetesen, és ebben az időszeletben oda megyünk, megint előhozzuk a ábránkat, fogjuk a Ctrl gombot, lenyomjuk, és ezt a vonalat oda húzzuk, ahova kell. Meggyőződünk, hogy nem mozgattuk le föl, és nézzük is meg az effektusunkat. Látható, hogy első pillanatban megjelenik a rövidke vonal, a két első pont minél közelebb van, annál pontabbnak fog kinézni, hogyha egy picit távolabb, akkor a pici vonal megnyílik, elindul a keyframe-ig, és idáig ki fog érni a vonal. Ilyen egyszerű egy aláhúzás. Az, hogy te most ez egy téglalapot rajzolsz fel így egymás után a keyframe-ek segítségével, vagy egy 100 oldalú rajzot, vagy egyéb rajzocskát, az már a te fantáziádra van bízva. Én a bemutatásnál egy vonalat használtam, ami nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon jól néz ki, hiszen vegyük észre, hogy azért mindenkinek feltűnik, hogy valami ott mozog, és oda fog elérkezni, és oda kellene figyelni. Fél másodperc alatt összerakható effekt, és kiemeli azt, ami számunkra fontos. Ahogy látni, illetve gondolom mindenki sejti, egy útvonalat fogok berajzolgatni, ami nagyon egyszerű ezzel az eszközzel, körbe tudsz rajzolni valamit, be tudsz jelölni valamit, egy picikét odafigyelve, egy picikét pontosan dolgozva már nagyon-nagyon szép eredményeket tudsz elérni. Nagyon kényelmes. Illetve természetesen kell egy kis gyakorlat, ami kiemelendő, látható itt van egy sárga csík. Az effektusnak az a hátránya, előnye, attól függ, hogy hogyan közelítjük meg, az előző beállítást megjegyzi, azaz indításkor új effekt készítésénél először is minden kitörlünk, láthatóan eltűnt. A következő lépés, kérünk egy új vonalat, egy új vonalösszeállítást, és annak legyen a színe piros. Legyen a színe piros, jobban fogjuk látni, honnét indulunk, innét fogunk elindulni, időpontban itt, meg is jelent azonnal nekem a keyframe, és elindulunk ebből a pontból. Megnyomjuk a shift gombot, letesszük ide az első két pöttyöcskénket, azaz a vonalkánkat, látható, az egészen kellemetlenül vékony, egy kicsit bevastagítjuk, és onnan fogunk indulni, jó vastagon. A következő pont itt legyen, időben itt legyen. Erre oda kell figyelni, hogy az időbeli mozgások, tehát a keyframe-nek a pontjai meglegyenek, oda mozgatjuk, ahova kell, keyframe-et mozgatjuk, eljutunk ide, a következő itt lesz, és itt lesz, mozgunk tovább, itt lesz, oké, nagyjából pontosan kövesse az útvonalunkat, itt van egy törés abda alatt, és akkor mehetünk tovább, és ide, és a következő pont pedig itt lesz. Nézzük is meg a nagy művünket, elég slendrián módon vastagon dobáltam rá, de gyakorlatilag ahhoz, hogy bemutassam, megfelelő lesz. Elindítom a videót. És ennyi. Szépen mozgott, elkészítettük azokat a dolgokat, amit szeretnénk. Ha finomítani szeretnél a mozgásokon, kisebb távolságokat érdemes megtenni. Én úgy gondolom, hogy ez a távolság, tehát a képernyőn átívelő távolság ennyi fordulóponttal legalább kétszer, háromszor ennyi keyframe-et igényelne, pontosan be lehet állogatni, azaz kisebb lépcsővel lehet léptetni. Gyakorlatilag egy jól használható effektust mutattam be, aminek az az előnye, hogy gyorsan elkészíthető egy aláhúzás, egy bekeretezés, egy téglalap felrajzoltatása, elég attraktív ahhoz, hogy kiemelje azt, amiről te beszélsz, illetve több egyéb felhasználási módja is van, a fantáziádra van bízva, hogy hogyan használod ki. Én egyetlen egyet mutattam be, egy térképen az útvonalat terveztük meg, illetve rajzoltattuk be. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek megtetszett ez az effektus, sajnos nem mindegyik videóvágóban van bent, én pontosan ezért nagyon ragaszkodok a színelerához,
mert ilyen kis kiegészítők, beépített effektusok vannak, amellyel olyan a dolgokat meg tudok csinálni, amelyek csak a profi vágóprogramokban vannak bent. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!